Budapest-Párizs tengely. Karácsony Gergely főpolgármester lelkesen lájkolt egy párizsi népszavazást, ami engem kisebb banánköztársaságok konzultációra szokott emlékeztetni, amikor azt láttam, hogy a szavazók kemény 5%-a elment, és azok 54%-a valami letette a voksát, majd ezt az eredményt lobogtatva bevezetett valamint a városvezetés. Hát ugye ez a szavazók 2,5%-ának a véleménye. Ezek szerint, ez nem, ami, hogyha legális a szavazás, és ez megfelelt, akkor megfelel, de nem biztos, hogy ezt nagyon lobogtatni kéne, mint úgy, hogy a nép mellettünk van. Mindegy, ez Karácsony Gergelynek nagyon tetszett, és arról volt szó, hogy Párizs bevezette azt, hogy megnöveli a parkolási díját a nagy és nehéz autóknak. Erre, ha jól tudom, akkor a nagyra nem találtak is semmit, nem raktak ki egy ilyen repülőtéri dobozt, hogy belefér a bőrönd, vagy nem, hanem azt találtak ki, hogy tömegre nézik, hogy mi a súlya az autónak. És Karácsony Gergely felvetette, hogy hát őt is zavarja, hogy az átlagos méretű autóknál, ami nem tudom, hogy mi számít annak, jóval nagyobb és nehezebb SUV-k, magasabb parkolóért fizetnek, azt neki szimpi, viszont Magyarországon meg bárki zöldrendszámmal ingyen parkolhat Budapesten, akkor is, ha az kamu zöldrendszám, ahogy ő fogalmazott, és lehet, hogy ezen változtatni kellene. Vélemények. Hát először is nem tudjuk, mi a kamu zöldrendszám. Ezzel rakadtam ki. Tehát mi az, hogy kamu zöldrendszám? Tehát, hogy most zöldrendszám, vagy nem zöldrendszám? Tehát nincs egy kamu zöldrendszám. A kamu zöldrendszám az azt jelenti, hogy te otthon zsírkétával rajzolsz egy kartonpapírra egy. Ezért az kamu zöldrendszám, de azzal te nem közlekedhetsz, mert nagyon megbüntetnek, hogyha ilyet fölteszel az autóra, és azzal közleked. A zöldrendszámot, amivel te az autód, ami legyen az akármilyen, akár tisztán elektronos, vagy plug-in hibrid, azt egy magyar hatóság állította ki, ő tette fel az autó, jó, én tettem fel az autóra, de hogy magyar hatóság által kiadott rendszám, az nem lehet kamu zöldrendszám. Tehát, hogy nonsense az egész, és a hangulatkeltésen kívül semmi másra nem jó ez a poszt, amit kitett. Igen, a poszt stílusa az egy kocsmai beszélgetés, ott lehet kamu zöldrend számozni, de egy főpolgármestertől ez egy kicsit nekem fura. Nyilván sejtjük, hogy mi van mögötte, a minimális elektromos hatótávval rendelkező plug-in hibridek ingyenes parkolása szúrhatja valószínűleg Karácsony Gergely szemét. Amit azért nem értek, hogy ezen ő miért hőbörög, mert ez pont az ő hatásköre. Ahogy rengeteg város az elmúlt 2 évben úgy döntött, hogy nem ad ingyenes parkolást a zöldrendszámos autóknak, vagy külön veszi és regisztrálja a tisztán elektromos autókat, ha már nem tudják elérni azt, hogy központilag elvegyék tőlük a zöldrendszámot, akkor én igenis vezetek egy saját adatbázis, az én parkolóra abban megnézi a rendszámot, hogy ez az autó parkolhat vagy sem. Egyébként más városokban próbálkoztak azzal, hogy ilyen regisztráció nélkül úgy döntöttek, hogy a plug-in hibrid nem parkolhat, és hallottam olyat, hogy simán Nissan Leaf-eket is büntettek meg, vagy Teslákat, amiről egyértelmű, hogy nincs plug-in hibrid változata, mert mondjuk egy Golfnál semmi bajom a Golffal, de ott nem lehet ránézésre egy parkolónak eldönteni, vagy nem olyan egyszerű, hogy az, az plug-in hibrid vagy elektromos. Piszkos az aszfalt, hogy lehet érdekel megnézni, van-e kipufogója. Meg így nyilván bebújhat alá, hogy van-e kipufogója. Mit tudom én, ott van a BMW i3-ból a Rexes változat, és akkor ott a kipufogón kívül azt is lehet látni, hogy 2 tank sapka kivágás van az autón, de ilyen mértékű típus ismeretet nem várhatunk. Nem a parkolóértől. Na, de messzire kanyarodtam. A lényeg az, hogyha Karácsony Gergely ezt szeretné, akkor ő anélkül, hogy a magyar központi rendszer megváltozna és megvonnák a plug-in hibridektől a zöldrendszámot, ő, mint Budapest vezetője, dönthet úgy, hogy Budapesten x idő múlva csak az elektromos, vagy akár senki sem parkolhat ingyen. Tehát úgy nem értem a hőbörgést, azon kívül, hogy hangulatkeltésre alkalmas. Ha ő így gondolja, hát akkor lépje meg. Én örülök neki, hogy ennyire naívak, vagy álnaívak vagytok. Nem érted a hőbörgést, hát persze, hogy nem érted, persze, hogy hőbörög. Mert ugye az van, hogy ha ő azt mondaná, hogy meg akarja ezt szüntetni, hozzáteszem, zárójel, jó? Kis zárójel itt, hogy egyikünknek sincs plug-in hibridje. Sőt, mi kínosan próbálunk rá vigyázni, hogy még a statisztikákban is külön vesszük a plug-in hibrideket és az elektromos autókat, a tisztán elektromos autókat, és egyikünk se örül neki szerintem, hogy a gyártók ilyen papíron 30-40 kilométerekkel plug-in hibrideket gyártottak. Azért van most már egy gyártóknak ennél jóval nagyobb hatótávú plug-in hibridje van. Tehát mi nem feltétlenül a plug-in hibridek mellett, nem tudom, én kardoskodnánk, csak
maga az, hogy ezt hangulatkeltésre használják, ez nem szimpatikus. Főleg úgy, hogy nyilván azért próbálja föltenni ezt a kérdést, hogy majd a budapestieknek mi a véleménye, hogyha itt is majd 3000 ember szavaz, és abból 1700 azt mondja, hogy igen, akkor ő csak a nép véleménye előtt hajolt meg, és nem neki kell felelősséget vállalni egy döntésért, mert mondhatná azt, hogy én így döntöttem, nem? Ő a főpolgármester. De a másik az, hogy valóban... Én nekem az nem szimpatikus, hogy most megint valakit kijelölünk ellenségnek, mert ebben benne van ez, hogy aki nem budapesti, és hogyha valaki budapesti, annak a nagy dög autója az nem foglal két parkolóját, csak hogyha ha valaki nem budapesti, akkor, vagy aki ingázik, az egy szemétdisznó, hogy bejön a városba dolgozni, akkor én attól, hogyha én budapesti vagyok, és elmegyek vidékre parkolni, akkor fizessek kétszer a parkolóját, mert miért jövök én ide az autómmal egy vidéki városba? Szóval, hogy erre szerintem nincs szükség, pláne nem politikai vezetői szinten, lehetnek normális megoldás is találni, mondjuk azt mondjuk, hogy kedvezményt adunk a tiszta elektromos autóknak, akár regisztrációval, akár más megoldással, és elvesztjük a plug-in hibridektől egy bizonyos dátumról kezdve. Az tiszta. Hát vagy ne adj Isten, P+R parkolókat építünk a megfelelő helyekre a város szélén, hogy ne kelljen bejönni az autókkal, és normális tömegközlekedéssel lehessen a városon belül közlekedni esetleg talán. És akkor nem probléma az, hogy a városokba bejönnek. Igen. Igen, hát most meg akinek probléma, hogy a városokba bejönnek, lehet egy falunak is polgármesterének lenni, és ott nincsen ennyi autó, és akkor nem probléma ez. Jó, oké. Na, szóval, hogy meglátjuk, hogy ebből mi lesz, nyilván Budapest dönthet úgy, hogy megvonja, és ez akkor az ő döntésük. Én abban reménykedek, hogy ha így is döntenek, akkor valami normális dátumot fognak erre kijönni, és nem azon, hogy holnaptól, hogy akinek ilyen autója van, és erre készül, az tudjon fel tudjon erre készülni. Az más kérdés, hogy azért mi nagyon sok olyan plug-in hibrides olvasónk van, akit nagyon sok olyan embert ismerünk, vagy olvasónk van, aki tudjuk, hogy rendszeresen tölti az autóját, és konkrétan ő mindig elektromosan jár be a városba, ezt nyilván nem tudjuk ellenőrizni, és hogy ez megint ilyen közvélekedés, hogy mert a plug-in hibrides az mindig égeti a benzint, és nem tölti, nem tudjuk, így van-e, nem szerencsés, ha egy embereket démonizálunk, hogy akinek plug-in hibridje van, az úgyis kapul, és csak átver mindenkit, és mit tudom én. Egyébként pont tegnap beszélgettem egy cég, nagy cégnek a vezetőjével, most nem akarom megnevezni, mert igazából lényegtelen, plug-in hibridje van, idén 4-et akartak venni, de akkor pont amikor náluk autócsere volt, akkor egyszerűen nem tudta Volkswagen szállítani idén 4-et, úgyhogy végül is Arteont vett plug-in hibridet, és kínosan ügyel arra, hogy amikor csak lehet töltse, tehát tölti otthon, tölti a cégnél, tölti mindenütt. Ennek ellenére az elmúlt 30 ezer kilométerben, amit ment az autóval, azt hiszem tavaly vette át az autót, a 6 literes a fogyasztása. Pedig állandóan töltögeti, mert tényleg szeretne amennyire. És az a teljes 30 ezerre vonatkozik, nem csak a benzinnel igen. Megtettre? Azért az durva. De ezt nem tudom, én nekem így mondta, én nem láttam az autót, csak így beszélgettünk, hogy őt is nagyon meglepte, hogy ennek ellenére, hogy ő mindig ügyel arra. Jó, viszonylag távolról jár dolgozni, tehát nem tudja tisztán elektromosan megtenni az egészet, tehát mindig be kell induljon a motor, mert autópályán közlekedik, de hogy akkor is nagyon hát valószínűleg is, egy benzines Arteon akkor sokat fogyaszt ezek szerint, amikor már nincs. Nagyon kicsi a motor, ami a plug-in hibridben van. És az autópályás üzembe egyszerűen nagyon sokat fogyaszt. Jó, hát szerintem azért azt, aki minket olvas, azt tudja, hogy mi 1000 cikket írtunk már arról, nem saját kutfőből, hanem effektív, tényleges, konkrét tesztek alapján, amiket végeztek külföldi környezetvédő szervezetek, meg egyéb közlekedéssel foglalkozó szervezetek, hogy a plug-in hibridek alapvetően lényegesen többet fogyasztanak üzemanyagot, mint ami a papíron szerepel. Ugye ez megint csak a tesztciklusokra optimalizált megoldás, ahol ott ki lehet hozni, hogy ez nem tudom, 50 km-t is elmegy, de hát például nagyon sokan típus van, amelyik fűteni sem tud, ha nem megy a belső égési motor, és akkor eleve már azt jelenti, hogy ősztől tavaszig ő mindig egy alapjárat, hogy valamit megy, hogy fűtse a kabint. Úgyhogy talán a Mercedesnek láttam olyan típusait, amelyik ilyen 80-100 km között írtak rá plug-in hibridet. Van néhány gyártónak, igen, ami ilyen nagyobb akkumulátoros. De akkor nekik volt eleinte. Igen, ott meg már ott van, hogy annyi pénzért, amiben azok kerülnek, már normális villanyautót is lehet. Ja, persze, hát és ugye ezt láttuk Európában, majd jövő héten fog szerintem megélni, vagy lehet, hogy már a hétvégén meglátjuk, hogy Balázsnak mire lesz majd ideje podcast vágás mellett, de már a kapjukonok megvannak, csak még a szöveg nincs meg. Az európai tavalyi statisztika,
továbbra is az látszott, hogy csökkent a plug-in hibridek aránya, pontosan ezért, amit Tibor is mond, hogy mondjuk van 1-2 millió forint különbség egy 4-500 kilométeres hatótáv villanyautóhoz, nagyon sokan akkor már azt veszik, ha már agyira eljutottad, hogy jó, akkor ő már bevállalna a plug-in hibridet, csak kicsit még fázik attól, hogy mi van, ha nincs valahol töltő, inkább legyen ez a plug-in hibrid teljesen elektromos, és mert odőt, és azt látja, ez egyik 17 millió, másik 18 vagy 19, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy jó, hát végül is az a 4-500 kilométer nem hangzik olyan rosszul. Meg a nyugat-európai töltőhálózat sem hangzik rosszul. Én most megint a két héttel ezelőtti síelős utamat tudom felhozni, hogy bárhol megálltunk találomra, volt töltő az autópálya pihenőben. A kis faluban, ahol a szállásunk volt, ott meg minden utcasarkon volt AC töltő. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a rövid részletet a majdnem két órás villanyóra podcastből, amit a másik csatornánkon, a Villanyautósok Extrán találtok, az szombat délelőtt jelenik meg, és az eheti beszélgetésben természetesen a villanyautós pályázatról, amit cégek vehetnek igénybe, beszélgettünk a legtöbbet, de szóba kerültek az energiatárolók, az akkufeldolgozók, és még néhány villanyautóra, a megújult Porsche Taycanra és a Hyundai olcsó kisautójára is sort kerítettünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!